Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a kedves nézőket, és egyben boldog új esztendőt kívánok mindannyiuknak. Ez az Életforrása, a Szombathelyi Egyházmegye magazin műsorának januári adása. Nézzük, mivel várjuk Önöket a mai műsorban. Brenner emlékév. Brenner János vértanúsorsú papra emlékeznek az idei esztendőben a Szombathelyi Egyházmegye hívei és papjai. Jó úton halad a boldoggá avatás. Fókuszban az iskolák, a Szombathelyi Egyházmegye katolikus oktatási nevelési intézményeit ajánljuk nézőink figyelmébe. Házasság hete. A család érték a 21. században is, ennek alapja a házasság. A Szombathelyi Egyházmegyében idén is szerveznek programokat, amelyek segítenek elmélyíteni a házastársi kapcsolatot. 1957 adventjén kegyetlen módon meggyilkolták Brenner János, rábakethelyi káplánt. Ráemlékezik a Szombathelyi Egyházmegye. Emlékév kezdődött a tiszteletére. Brenner János a Szombathelyen született 1931. december 27-én három gyermekes családban. Később mindhárom fiúból pap lett. Jánost 1955-ben szentelték pappá. Első állomáshelye a ma már Szent Gotthárdhoz tartozó Rábakethely faluja volt. 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjel sürgős betegellátás ürügyén elhívták a plébániáról, és útközben megölték. Szombathelyen a Szent Quirin templomban helyezték örök nyugalomra. Élete és vértanú halála példa volt a kommunista időszak alatt a bátor hitvallásra, és ma is követendő a keresztények számára. Tudta azt, hogy fenyegetve van. Azt is sejtette, hogy ugye életére akarnak törni, és ennek ellenére kitartott és nem félt. És hát ez a fiataloknak, minden fiatalnak példakép arra, hogy a kötelességét, mindenki a kötelességét teljesítse legvégsőkig. Az egyházmegye hívei és papjai bíznak abban, hogy Brenner János boldoggá avatási eljárása hamarosan lezárul. 1999 és 2008 között zajlott az egyházmegyei szakasz, többek között tanúk meghallgatásával. Azóta az ügy Rómában vár a végső döntésre. A történészek is, a teológusok is elfogadták Brenner János vértanúságát. Most az utolsó szakasz, még egy ilyen pont, amin át kell, hogy lépjen az ügy, az pedig a bíborosok, püspökök döntése. A teológusoknak a véleményét kapják meg ebben az eljárásban érintett bíborosok és püspökök, azt tanulmányozni fogják, és majd az ő kongresszusukon döntenek. Ezt előre még nem tudjuk, hogy mikor lesz az időpontja. Brenner Jánosra halálának évfordulóján szentmisével emlékeztek az egyházmegye hívei és papjai a Szombathelyi Szent Quirin templomban. A szertartás végén mécseseket, virágokat helyeztek el a vértanúsorsú pap sírjánál a templom kriptájában. A Szombathelyi Egyházmegyében számos oktatási nevelési intézmény várja a diákok jelentkezését általános, középfokú és felsőfokú tanulmányaik folytatására. Mai adásunkban három intézményt mutatunk be Önöknek. A Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 2008. szeptember 1-től a Püspöki Általános Iskola jogutódjaként több célú intézményként működik. 2015. szeptemberétől már új környezetben. Az újonnan épült 24 tantermes, 21. századnak megfelelő, teljesen akadálymentesített, korszerű épületben várjuk a diákokat. 2012-ben indult el a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, amelyben az 5. évfolyamtól érettségiig folytathatják tanulmányaikat a tehetséges, szorgalmas diákjaink. A gimnáziumi képzésre a 4. évfolyamos tanulók jelentkezhetnek iskolánkból és más általános iskolákból is. 2015. szeptemberétől iskolán kiemelkedő feltételekkel fogadja hozzánk érkező diákokat, akár az általános iskola első, vagy a 8 évfolyamos gimnázium szintén első, 5. évfolyamára érkeznek. De ezek a feltételek nem csak a tudás elmélyítését, a lelki élet elmélyítését szolgálják, hanem a szociális területen is sok újat és sok pluszt nyújtanak. Iskolánk étterme mellett van egy kis kerthelyiség is, ahol jó idő esetén ebédelhetnek a diákok. A mosdók, a tornatermi öltözők mindig a tanulók kényelmét szolgálják. A Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 12 évfolyamos katolikus szellemiségű intézmény. Nevelési elveinek alapja a keresztény, vallási és erkölcsi értékek tisztelete.
A nevelő-oktató munka az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott 5 kulcsterületre, vallás, tudomány, erkölcs, kultúra, közösség épül. Célkitűzései között központi helyet foglal el az érték- és személyiségközpontú nevelés, a tanulók életkori sajátosságaira építő készségfejlesztés, tehetséggondozás. Iskolánkban az oktató és nevelő munka mellett nagy gondot fordítunk a gyermekek erkölcsi nevelésére, lelki fejlődésére. A heti szentmisék, lelki órák, a rendszeres hitoktatás heti 2 órában, amelyben több pap és szerzetes nővér is részt vesz, továbbá az imádságos együttlétek, a szentírás közös olvasása, a közös liturgikus ünnepek, amelyekre a szülőket is hívjuk, nagy mértékben szolgálják, segítik ezt a lelki formálódást. Az iskola saját kápolnája mindig nyitva áll a diákok előtt. Az alsó tagozaton nagy felmenő rendszerben 1-4 évfolyamon folyik az oktatás. Minden tanulónak lehetősége van napközis ellátást igénybe venni osztályonként külön csoportban az 1-4 évfolyamon, valamint a tanulószobát az 5-8 évfolyamon. A felső tagozat és a gimnázium szaktanári ellátottsága 100%-os. Az iskola jó tanulmányi átlaga, valamint a 8. osztályosok sikeres továbbtanulása a színvonalas oktatás eredménye. A végzős diákok 80-90% a gimnáziumban, illetve érettségit adó középiskolában folytatja tanulmányait. London is the capital of the UK. Az intézményben angol és német nyelv tanulására van lehetőség. Az idegen nyelvvel csoportbontásban már az első 2 évfolyamon heti 1, a 3. évfolyamon heti 2, a 4.-8. évfolyamon heti 3 órában foglalkoznak a tanulók. Az 5. évfolyamtól egy-egy csoportban emelt szinten heti 5 órában folyik az angol és német nyelv oktatása. A 7.-8. évfolyamon második idegen nyelv választása is lehetséges angol, német, francia, orosz, olasz nyelvekből. Az iskola színvonalas informatikai szaktantermekkel, valamint a teljes épületet lefedő internet hozzáféréssel rendelkezik. Az 1500 négyzetméteres sportcsarnokban és 2 kisebb tornateremben egy időben 5 testnevelés órát lehet kiváló körülmények között megtartani. Intézményünk szeretettel várja a gyermekeket. A leendő első évfolyamosok részére jelentkezési lapok a szombathelyi plébánia hivatalokban és a Brenner János iskolában kérhetők. Bőve felvilágosítással az intézmény vezetése szolgál a következő címen és telefonszámon. A Szent László Katolikus Általános Iskola 1996-ban indult újra Sárváron, s működésével aktívan jelen van a város életében. 8 évfolyamos intézményünk fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. Nevelési elveink Jézus tanításain alapulnak, feladatunknak tekintjük egy emberibb, erkölcsösebb nemzedék kiművelését. A pedagógiai programunk kiemelten tartalmazza a tanulók személyiségének fejlesztését, egyéni képességeik kibontakoztatását, és ugyanilyen fontosnak tartjuk a közösség formálását is. Az alsó tagozat 4 évében végig 2 tanító néni foglalkozik a gyerekekkel. Elsőtől 8. évfolyamig mindenki igénybe veheti a napközis, illetve tanulószobai ellátást. Első osztálytól szakkori keretben, 4. évfolyamtól pedig heti 3 órában, később a tehetségesebb diákok emelt szinten, akár heti 5 órában tanulnak angol, illetve német nyelvet. 10 interaktív tábla is hozzájárul az eredményes oktatáshoz. Az informatikát már első osztálytól fogva tanítjuk diákjainknak. Fizika és kémia szaktantermünkben lehetőség van az elmélyült kísérletezésre. Ének és rajz órákon kreatív alkotó munka folyik. A mindennapos testnevelés órák fizikai állóképességünket alapozzák meg, míg a foci és szivacskézilabda csapataink különböző tornákon képviselik az iskolát. Jól tanuló, szorgalmas társaink alsó és felső tagozaton is tehetséggondozó foglalkozásokon vehetnek részt, melyeknek eredményeit a tanulmányi versenyeken és továbbtanuláskor kamatoztathatják. A lemaradó diákok számára korepetálást biztosítanak, valamint gyógy és fejlesztő pedagógus, illetve logopédus is foglalkozik velük. Szakköri kínálatunk sokszínű. Az iskolai könyvtár minden nap nyitva van, s várja az olvasókat.
A 7., 8. osztályos tanulók táncoktató segítségével ismerkedhetnek meg a társastánc alapjaival, s tánctudásukat az évente megrendezett keresztény jótékonysági bálon mutatják be. Korszerű hang és világítás technikával ellátott színpadunkon évente több magas színvonalú előadást tartunk. Ebédlőnk, mely iskolánkban üzemel, családias formában biztosítja számunkra az étkezés lehetőségét. Nyáron emberhalász, őrségi kézműves és balatoni táborozások, iskolaidőben erdei iskola, kerékpártúra és tanulmányi kirándulások gazdagítanak maradandó élményekkel bennünket. A hittanoktatás a különböző felekezetű tanulók részére a délelőtti órarendbe illeszkedik. Szeretettel várjuk minden a keresztény értékeket tiszteletben tartó család gyermekét. Szeretném, ha sok új iskolatársam lenne. Szombathely, mint iskolaváros 1997 óta biztosít lehetőséget a hittudományok felsőfokú végzésére. A Győri Hittudományi Főiskola képzési központot működtet a Vasi megyeszékhelyen, amely intézmény a belvárosban, a Szili János utcában található. A Szombathely Egyházmegyében hitoktatónak a 80%-a ebből az intézményből került ki, és ez egy egységes csapatot is jelent ilyen szempontból, mert hogy ugyanaz a képzőhely, az Alma Mater, ahonnét ők kikerültek, és valójában ugyanazok a fontos szempontok voltak. Nem pusztán csak a teológiai tudásnak az átadása, nem egy információhalmazt kívántunk átadni, hanem sokkal inkább az egész hitoktatásnak a célját akartuk az itt tanulókkal, illetve jövőben is ezt tesszük, itt tanulókkal megértetni, az pedig nem más, mint elvezetni Jézus Krisztushoz a ránk bízottakat, azzal a célra, hogy közösségre lépjünk Jézus Krisztussal, és a ránk bízott is közösségre lépjen Jézus Krisztussal. Egyébként 2006 óta a bolognai rendszerben nem csak hittanárképzés folyik itt, hanem katekéta és lelkipásztori munkatárs képzés is. A képzési központ egyszerre biztosít tudományos alapot a tanuláshoz, lelki gazdagodást a hitbeli növekedéshez, és persze jó közösséget. Valami plusz tud nyújtani, amit más egyetem talán nem, és talán az a hit és annak a megélése. Úgy gondolom, hogy itt a főiskolán rendkívül tehetséges oktatók vannak, akik nagyon profi szinten át tudják adni a hitbéli, mind azt a lángolást, amivel rendelkeznek. És úgy érzem, hogy itt megkapom azt a tudást, amivel felkagyvértezzem magam, mint egy keresztény ember. Úgy gondolom, hogy a hit és a tudás párhuzamosan tud növekedni. Fontosnak tartom, hogy a hitem mögött megfelelő tudással rendelkezzek, ami hozzásegít ahhoz, hogy a hit kapcsán feltett kérdésekre biztosan tudjak felelni. A Szentírás tudományt szeretem a legjobban. Meglep, hogy mennyi mindent nem tudunk a Szentírásról, noha hívő embereként évtizedek óta forgatjuk a Bibliát. A hittanárképző főiskola nagyon jó alkalom és lehetőség arra, hogy az emberek elmélyítsék a hitüket, rendszerezzék, akkor alkalom és lehetőség arra, hogy olyan tudásanyagot és olyan összefüggést sajátítsanak el, ami aztán alkalmassá teszi őket arra, hogy a plébánián csoportokat vezessenek, vagy a lelkipásztor mellett lelkipásztori kisegítők legyenek, vagy éppen a plébániai irodának a munkatársai legyenek, vagy kateképák legyenek, vagy koordinátorok legyenek a kateképák között. 2017. február 15-e a felvi.hu-nak a fontos dátuma, ami az elektronikus felvételi rendszerben a felvételi szándék beadásának a határideje. Főként azoknak tudom ajánlani az osztatlan kétszakos hittanárképzésünket, akik itt Szombathelyen az ELTE közismereti tanárszakjait választják, és emellé szívesen párosítanák a hittanárszakot. Azt gondolom, hogy életképes szakpárosítás mindenképpen a hittanárszakot egy közismereti tanárszakkal párosítani, hiszen
a jelenlegi hitoktatási rendszerben nagyon-nagyon sok új hitoktatóra van szükség, akiknek a szolgálata az nem csak a hittanár képzésünk szempontjából, nem csak az egyházmegye hitoktatói szolgálata szempontjából, hanem az evangélium szempontjából is roppant fontos, hiszen ne feledjük, a Jóisten a küldünk, ő a meghívunk, és ő adja a küldetést is erre a szolgálatra. Az osztatlan kétszakos, nappali képzésben a képernyőn is látható szakpárokra lehet jelentkezni. A képzési központ saját felvételi eljárást is meghirdett osztatlan egyszakos, hittanár, nevelőtanár és katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon. Ezekre a jelentkezési határidő május 31-e. Kedves nézőink, januári programajánlónk következik. A szombathelyi Székesegyházban január 14-től január 22-ig az esti szentmisék után Szent Kilencet imádságot tartanak Boldog Batyán Stratmann László szentélyavatásáért. Január 15-e és 22-e között rendezik hazánkban az ökumenikus imahetet. Az imahét anyagát a németországi keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: Krisztus szeretete szorongat minket. Az egyházmegye több településén is rendeznek közös ima alkalmakat a keresztény felekezetek, bővebben honlapunkon tájékozódhatnak. Január 16-e és 18-a között Margit Tridomot tartanak Szombathelyen a Szent Márton látogatóközpontban és templomban, a Szombathelyi Domonkos Kör alapítvány szervezésében. Ennek része január 16-án a 800 éves Domonkos Rend Magyarországon című kiállítás megnyitása. Január 21-én Szombathelyen a Martineumban a jegyes oktatásban tevékenykedő vagy bekapcsolódni szándékozó világiaknak és papoknak tart előadást dr. Török Csaba teológus, akinek vezetésével áttekintik a résztvevők a 2015-ös családszínódus kapcsán megjelent iránymutatásokat, javaslatokat a jegyes oktatás vonatkozásában. Január 29-én este 18 órakor engesztelő imaestet tartanak Csehi Mincenten. Számtalan élményt nyújt a házasság, amelynek értékeire igyekszik felhívni a figyelmet a Házasság Hete programsorozat. A Szombathelyi Egyházmegye két városában is lesz lehetőségük a házaspároknak feltöltődni. Van egy ember az életedben, akire társként tekintesz? Hosszú távra egy életre tervezel? Nem félsz elköteleződni? Akkor téged is vár a Házasok Klubja, ahová a belépés feltétele a hit, a bizalom, a hűség, a szeretet. Férhez menni, megnősülni ma is az egyik legnagyobb esemény egy ember életében. Nem érdemes kihagyni, neked sem. Szeretnék, mert hála Istennek a szüleim példája azt mutatta számomra, hogy igenis működhet a házasság, viszont ahhoz három dolog kell. Az, hogy a férfi is úgy akarja, hogy működjön, a nő is úgy akarja, hogy működjön, és Isten is úgy akarja, hogy működjön. És éppen ezért hiszem azt, hogy Isten előtt kell, hogy megkötessen egy házasság, hiszen az ő segítségére nagy szükség van. Nagyon fontosnak tartom tényleg, hogy a fiatalok merjenek elköteleződni, mert szerintem így lehetnek, így teljesedhetnek ki, és így lehetnek szinte mondhatni a legboldogabbak. A mai világban már nagyon sokan úgy gondolják, hogy a házasság az csupán egy papír. Én ezzel ellentétesen gondolkodom, ugyanis szerintem a házasság az egy még szorosabb kapocs, ami összeköti az embereket. A katolikus egyház tanítása hangsúlyozza, a házasság szentség, isteni szövetség a nő és a férfi között. A kegyelem közvetítője, amely segít kiteljesíteni az ember életét úgy, hogy benne találkozik Istennel. Ha szeretnétek társadokat újra nevetni látni, vagy csak elhívni egy randira, esetleg megismerni egy új oldalát, akkor gyertek el a Házasság Hete Szombathelyi és Zalaegerszegi programjaira. Igen, idén sem marad el a rendezvény, amelyre február 12-e és 19-e között kerül sor hazánkban. Szombathelyen január 12-én a Kámoni Krisztus Király templomban tartott imaórával veszik kezdetét hivatalosan a programsorozat. Február 14-én az Agora Szavária Filmszínházban nézhetik meg az érdeklődők a Lavinon című filmet. A film előtt bevezetőt mond és a beszélgetést vezeti Merkli Ferenc plébános.
Február 16-án a Martinumban lesz beszélgetés a házasságról Krúdi Tamás és Zsófia újságíró házaspárral, a parkat.hu katolikus társkereső oldal alapítóival. Február 18-án táncházba invitálják az érdeklődőket a szervezők. A programsorozat február 19-én zárul a Székesegyházban bemutatott szentmisével és meglepetéssel. A rendezvény fontos részét képezi a házas társas játék elnevezésű szórakoztató kapcsolatépítő játék. A minden feladatot teljesítő párok között értékes nyereményeket sorsolnak ki a szervezők a február 19-i záró szentmisén. Zalai Gerszegen is február 12-én kezdődik a programsorozat. Másnap Gál Voglárka, pszichológus és családterapeuta előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Február 14-én Isten jelenlétéről a házasságban címmel tart előadást Muzslai Gábor és Etelka. Február 15-én a pénz és a család kapcsolatáról lesz előadás. Másnap a férfi és a nő kapcsolata kerül középpontba egy stand-up comedyben. A program részét képezi még február 17-én filmvetítés, 18-án pedig a családtervezésről tartott előadás. A rendezvénysorozat zárására február 19-én kerül sor. Házasság hete! Gyertek és adjatok időt egymásnak, Istennek! Decemberben két templom megáldására is sor került az Egyházmegyében. Rumban és Horvátlövön jártunk. 2016-ban számos templom újult meg a Szombathelyi Egyházmegyében. Az év második felében fejeződött be a rumi és a horvátlövői templom felújítása. Megáldásukra adventben került sor. Rum ékessége és legfőbb nevezetessége a templom, amely 700 éves múltra tekint vissza. Három építészeti stílusjegyeit, román, gótikus és barokk viseli magán. Az elmúlt években is sikerült időközönként forrásokat szerezni a templom állagmegóvási, felújítási munkálataihoz. 2016-ban a külső homlokzat felújítására került sor és a víz elvezetési gondok megoldására. December 4-én állotta meg a templomot Császár István egyházmegyei kormányzó. Szentbeszédében kiemelte, a keresztény ember, aki felismerte élete célját, a legszorosabb kapcsolatba igyekszik kerülni Istennel. Ezt biztosítja a templom. De ez egyben egy otthon is, amely védelmet, biztonságot nyújt. Vas megye nyugati szélén, az osztrák határtól nem messze fekszik Horvátlövő. A 200 lelkes település múltja a 16. századig vezethető vissza, amikor a török harcok miatt elpusztult nyugati területekre horvátokat telepítettek be. Azóta őrzi az itt élő horvát közösség nyelvét és katolikus vallását. Kormányzati és a horvátlövői nemzetiségi önkormányzat támogatásának, a helyiek összefogásának, számos embertársadalmi munkájának eredménye a külső felújítás, amelynek 2016 második felében került sor. A felújítás egy külső festésből állt, körülbelül 1993-ban volt utoljára egy komolyabb felújítás a templomon, és szükségessé vált a megmohásodott felületnek, falfelületnek a festése, a lábazati résznek a javítása, valamint így a pályázat kapcsán a toronysisaknak a fém szerkezetének a cseréje, tehát a korábbi bádogott részlemezre cserélhettük le, így aztán több évtizedre mindegy biztosítva annak a megfelelő állagát. A villámhárító is ennek megfelelően cserére szorult, illetve új rácsok is kerültek a homlokzatnak a két ablakára, illetve még egy Mária szobor is helyezésre került a templom kertbe, az az önkormányzat felajánlása volt. Császár István egyházmegyei kormányzó áldotta meg a templomot, valamint az új Mária szobrot. Az ünnepségen a hívek mellett állami és önkormányzati képviselők is megjelentek. Önök az Életforrást, a Szombathelyi Egyházmegye magazin műsorának januári adását látták. Híreinket, képes és írásos beszámolóinkat megtalálják a Martinus havilapban és a www.martinus.hu oldalon. A Brenner János emlékév tiszteletére új honlapot indítottunk. Itt videós tartalmakkal és friss információkkal várjuk Önöket. Itt a képernyőn egy hónap múlva találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!